Jó napot kívánok! Köszöntöm meghívott vendégeinket, a jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyvet Szalma Csilla fogja elkészíteni. Aki ezt elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 2-4-5 igen szavazattal egy hangon elfogadtuk. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Lázár Antalt és Bánnégető Zsuzsannát javaslom. Aki elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal ezt is elfogadtuk. A kiküldött napirendi pontokat pedig az előterjesztés szerint, aki elfogadja, kérem kézemeléssel erősítse meg. 5 igen szavazattal egy hangon ezt is elfogadtuk. A polgármester beszámolója két ülés között végzett tevékenységről. Az előző képviselőtestületi ülésünk május 24-én volt, ezt követően 25-én 14 órakor fogadtam egy földtulajdonost, aki a napelempark melletti területével kapcsolatosan kérte a segítségünket a helyreállítás vonatkozásában. 15 órától pedig a hosszabb távú közmunkaprogram tervezésével kapcsolatos feladatokat egyeztettük az ügyintézővel, ide 3 főt tudtunk felvenni, már meg is történt a felvételük 2 hónap időtartamban. 26-án csütörtökön a Kiskörösi Többcélú Társulás taggyűlésén vettem részt, melyet 10 órától Imrehegyen rendeztek meg. Előtte viszont fogadtam egy tázári gazdálkodót, aki földterületet szeretne bérelni a gazdálkodáshoz az önkormányzattól. Ezen a napon 9 órára jött a bölcsöde ellenőrzéséhez az ANTS képviselője, vele is egyeztettünk a még elvégzendő feladatokat illetően. Délután 15 órától pedig babalátogatáson vettem részt a szociális ügyintézőnkkel. Május 28-án Gulyás Fesztivált tartottunk a sportpályán, ahol a hosszú Covid időszak után fogadtuk azokat az embereket, akik ezt a napot erre szánták. Ezen a napon 10 órától az óvodások ballagásán is részt vettem, a művelődési házban, ahol elbúcsúztattuk az óvodásokkal és az intézményvezetőkkel együtt a nyugdíjba vonuló óvodavezetőnket, Szabadi Ferencnét. Erikának ezúton is köszönjük a több évtizedes lelkiismeretes munkáját, amit a gyermekeink érdekében szorgalmasan, beosztottjainak irányításával együtt végzett. Kívánunk hosszú, boldog, tartalmas nyugdíjas éveket és jó pihenést. Civil szervezet vezetőként, a Tázdári Jövőért Alapítvány elnökeként pedig továbbra is számítunk a segítségére. Május 31-én, kedden 14 órától az EFOP pályázat mentorálási feladataival kapcsolatos ügyeket egyeztettünk munkatársaimmal. 15 órától pedig a szolgálati lakásból kiköltözőket fogadtam, akikkel a további lehetőségeket egyeztettük. Június 1-én 14 órára az ügyvédhez mentem Kiskunhalasra, ahol a Lázártó felé vezető út végén az új nyomvonal kialakításához szükséges területcseréket ejtettük meg. Ezen a napon 16 órakor megtartottuk az érintettekkel, illetve akik részt tudtak venni a második juniálisos megbeszélést. Június 2-án csütörtökön a földcserével kapcsolatos iratokat juttattuk el a megfelelő földhivatalba. Június 3-án pénteken 8 órától az összetartozás napjával kapcsolatban a 7. osztályosokkal műsort adtunk a művelődési ház nagytermében, ahol egyrészt beszámoltunk a határtanulópályázat keretében meglátogatott területekről, helyekről, illetve megemlékeztünk a trianoni békediktátumról. Ezen a napon 15 órára egy műköveshez utaztam Keszerre, akivel pontosítottuk a Tázár 150. évfordulója kapcsán állítandó emlékkőnek a paramétereit. Június 7-én, kedden 14 órától pontosítottuk a közmunkások vezetőjével az előttünk álló feladatokat. Egyrészt azokat, amelyek a bölcsödéhez kapcsolódnak, másrészt a fűnyírással kapcsolatos falu rendezett képével kapcsolatos feladatokat. Június 8-án 15 óra 30 perckor bölcsődés ballagáson vettem részt, melyen 4 bölcsödés gyermekünk ballagott el, akik szeptembertől már az óvodában folytatják pályafutásukat.
Június 9-én 7 óra 30 perctől fogadtam azt a villanyszerelőt, akivel a szolgálati lakások villanyhálózatának a rendbetételét, felülvizsgálatát fogjuk megoldani. Június 11-én szombaton 6 órakor indultunk a településünk kisbuszával, melyel az itt menedéket találó ukrán családot a Bereg-Surányi határátkelő szállítottuk csomagjaikkal együtt. Segítettünk nekik a hazajutásban, mivel az anyuka kismama és mindenféleképpen otthonukban, illetve a hazájukban szeretné megszülni a második gyermeküket. Az úton kifejezték a köszönetüket, melyet megkértek, hogy tolmácsoljunk minden tázlári és környékbeli ember, valamint civil szervezet számára, akik számukra szállást, élelmet adtak, valamint bármi mással segítették az itteni életüket. Nagyon hálásak mindenkinek és a magyar államnak is mindenért. Június 13-án 7 óra 45 perctől összdolgozói értekezletet tartottam, melyen a hónap előttünk álló feladatait beszéltük meg. Ezen a napon gazdasági bizottsági ülésen is részt vettem 17 órától. A zárt ülésen és a rendkívüli ülésen hozott határozatainkat mindenki megtalálja az önkormányzat honlapján. Elérhetőek. Ennyiben kívántam tájékoztatni képviselőtársaimat és a lakosságot, és rátérnénk az első napirendi pontra. És köszöntöm körünkben Csizovszky László rendőr alezredes urat, a Kiskörösi Kapitányság vezetőjét, és Süveges Attila főtörzsőrmestert, a Soltvetkerti körzeti megbízottat. Felkérem kapitány urat, hogy a beszámolót tartsa meg. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A beszámolót elkészítettük, az önöknek megküldésre került rendelkezésükre áll, és a beszámolóhoz szeretnék egy szóbeli kiegészítést hozzáfűzni, amely amellett, hogy Tázlár település 2021 évi közrendjével, közbiztonságával foglalkozik, egy kicsit bővebb kitekintést is nyújt a Kiskörösi Rendőrkapitányság 2021 évi munkájával kapcsolatban. Az első dián alapvetően 2021 évi célkitűzéseinket láthatják. Alapvetően a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények elleni fellépést helyeztük célkitűzéseink fókuszába, de emellett megfogalmazásra kerültek a közlekedés biztonság erősítése érdekében végrehajtandó feladatok. A társszervekkel már kialakított és meglevő jó kapcsolat fönntartása, lehetőség szerint további erősítése, és annak ellenére, hogy a Kiskörösi Rendőrkapitányság illetékességi területe, illetőleg ezen belül Tázlár település közigazgatási területe nem határterületen helyezkedik el, de megfogalmazásra került az illegális migráció elleni fellépés is, illetve szokás szerint vezetői követelménytámasztás és példamutatás. Rátérve a bűnügyi értékelésre, itt azt láthatják, hogy Tázlár településen, illetve a városainkat mutatom még be, hogy alakult a összességében a bűncselekmények száma. Láthatják, hogy illetékességi területünkön összességében valamelyest nőtt a bűncselekmények száma, a 758-ról 774-re. A településen, Tázláron viszont gyakorlatilag egyel kevesebb, tehát mondhatni, hogy ugyanannyi bűncselekmény következett be, mint az előző évben. Illetve láthatják azt, hogy városaink, ugye Kiskörös, Kecel, Soltvadkert, Izsák, ott mennyi bűncselekmény keletkezett az elmúlt években visszatekintve. Felső részen pedig láthatják a nyomozás eredményességi mutatónkat. Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy látható és nagyságrendileg nagy változás nem volt az elmúlt időszakban. Pár tized százalék változott összességében. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt időszakban is a közterületen elkövetett bűncselekmények elleni föllépésre. Szerepel egyébként a beszámolóban, hogy viszonylag sok közterület, sok bűncselekmény következett be közterületen, de ez azért, az is benne van a beszámolóban, azért, mivel a kollégáim nagyon sok embercsempészt fogtak el, és migránsokat fogtak el a településen, amelyek megnövelték a közterületen elkövetett bűncselekmények számát. Egyébként, ahogy említettem is, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a közterületen elkövetett bűncselekmények elleni föllépésre, hiszen ezek azok a bűncselekmények, melyek irritálják az állampolgárokat, megbotránkoztatják őket,
félelmet keltenek bennük, és úgy vélem, hogy az állampolgárok joggal várják el a rendőrségtől azt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy anélkül tartózkodhassanak a közterületen, akár parkokban, utcákon, tereken, hogy sérelmükre bűncselekményeket követnének el. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor meg tegyen meg mindent a rendőrség annak érdekében, hogy az elkövető kilétét megállapítja. Itt láthatják azt, hogy ebbe a bűncselekményi kategóriába tartozó garázdaságok száma hogy alakult összességében illetékességi területünkön, és Tázláron. Tehát ugye Tázláron azt tudna, hogy nem alakult, hál' Istennek, szerencsére. Tehát ilyen jellegű bűncselekmény nem következett be a településen 2021-ben, az előző évben pedig egy ilyen bűncselekmény következett be, illetve a városainkat láthatják, hogy a városokban mennyi volt, de összességében is, ahogy látható, nagymértékű csökkenés volt az előző évhez képest e tekintetben. Az állampolgárok a lakosság szubjektív biztonságérzetét nagyon meghatározzák a vagyon elleni bűncselekmények. Itt lényeges a lopások alakulása. Összességében, ahogy látható is, valamelyest növekedett a lopások száma illetékességi területünkön, amely ugye a kiskörösi járás közigazgatási területét öleli föl. Ezen belül a településen, ahogy látható, nem változott az előző évhez képest az ilyen bűncselekmények száma, illetve ismételten láthatják azt, hogy a városainkban a lopások száma az, hogy alakult. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények határozzák meg, itt a rablások a leglényegesebbek. Az elmúlt időszakban is nagyon nagy energiát fektettünk a rablások megelőzésébe. Különböző akciókat tartottunk külterületi részeken, tanyás térségekben, éjszakai időszakban. Mindezt azért, hogy a közterületi jelenlétet fokozzuk, hogy visszatartó ereje legyen a rendőri jelenlétnek egy ilyen bűnmegelőzési jelleggel. Abban az esetben pedig, amennyiben bekövetkezett egy ilyen bűncselekmény, akkor pedig mindent megtettünk, erők, eszközök, módszerek koncentrált alkalmazásával annak érdekében, hogy az elkövető kilétét a lehető leggyorsabban megállapítsuk. Akik érintve voltak ilyen akciókban, azok tapasztalhatták azt is, hogy szomszédos rendőrkapitányságok állományában szolgáltat teljesítő kollégák is részt vettek ezekben az akciókban. Ez természetesen viszonossági alapon történt, hiszen a kiskörösi rendőrkapitányságon szolgáltat teljesítő kollégák is a szomszédos kapitányságok hasonló akcióiban részt vettek. Láthatják, hogy 2021 évben 4 rablás ügyében fejeztük be az eljárást, ezek közül egyébként egy az még 20-ban keletkezett. Mind a 4 ügyben az elkövető kilétét megállapítottuk, azóta eltelt időben így jelenleg sincs folyamatban ilyen bűncselekmény kapcsán eljárás a kiskörösi rendőrkapitányságon. Itt talán annyit megjegyeznék a rablások kapcsán, hogyha szabad ilyet mondani, nem klasszikus rablásokról beszélünk egyik esetben sem. Nem nagymérvű, brutalitással elkövetett rablások történtek, nem éjszakai időszakban, nem időskorúak sérelmére, nem gyermekkorúak sérelmére következtek be ezek a rablások. Egyik rablás, például ezt el szoktam mindig mondani, ez egy, ami éppen eszembe jut példa. Volt egy olyan rablásunk, ahol egy büntetett előéletű illető bement egy közeli város szórakozó helyére. Ittassága folytán nem szolgálták ki, szeszes itallal félrelökte, a felszolgálót bántalmazta, ő saját magát kiszolgálta, levette a szeszes italt, elfogyasztotta, és akkor ezt követően eltávozott fizetés nélkül a helyről. Tehát ebből is látható, hogy nem egy ilyen, úgy szabad ilyet mondani, nem klasszikus rabláskör történt. Amennyiben szükséges egyébként ezen bűncselekmény kategória felderítéséhez, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatósága részéről is minden segítséget meg szoktunk kapni. De úgy vélem a legfontosabb a bűnmegelőzés, a rendőri jelenlét biztosítása. Egy kis statisztikát tudok mutatni önöknek, itt láthatják, hogy a kiemelten kezelt bűncselekmények, a kiskörösi rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett kiemelten kezelt bűncselekmények, hogy alakultak 2020-as és 21-es évben, de a következő dián megmutatom ugyanezt egy kicsit látványosabban.
Itt azt láthatják először, hogy a 2020-as évben hogy alakult a nyomozás eredményességi mutatónk, a 2020-ban bekövetkezett, kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében. És most láthatják azt, hogy a 2021-es évben bekövetkezett, kiemelten kezelt bűncselekmények esetében, hogy alakult a nyomozás eredményességi mutatónk. Vannak átfedések is, illetve olyan is, ami csak egyik évben következett, olyan bűncselekmény is. Én ebből azt a következtetést vonom le, és azt tudom önnek mondani, hogy az látható, hogy a kollégáim azért próbálták legjobb tudásuk szerint végezni a munkájukat, és megfelelő eredményességgel felderíteni ezeket az ügyeket. Én úgy ítélem meg a kollégáknak a tevékenységet, hogy egy jó színvonalat adott sikerült elérniük. Az elmúlt évben is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a bűnmegelőzésre és a baleset megelőzésre. Nagyon sok rendezvény volt betervezve. Azonban sajnos a pandémia kapcsán ezen rendezvények egy jó része elmaradt. De ennek ellenére a kollégáim, ami látható is, a nyári táborokban megjelentek, ott tartottak előadásokat a gyermekeknek. Ezen kívül balesetmegelőzési rajzpályázat kiírására került sor. Ezen a rajzpályázaton a kiskörösi járás településein található iskolákban tanuló gyermekek kiemelkedően jó szerepeltek. A pályamunkák egy részét, amennyi lehetőség volt, ki tudtuk állítani Kiskörösön a művelődési központban, ott a igazgatóasszony kitettette az ablakokba, a térenéző, a főtérenéző ablakokba a pályamunkákat, úgyhogy a téren közlekedők, járókelők, gyermekek, felnőttek, idősek láthatták ezeket a pályamunkákat, gyakorlatilag non-stop. Közlekedik a család vetélkedő, ugye ez is egy közlekedésbiztonsági vetélkedő, megyei döntőjén az általunk delegált kettő család második és harmadik helyezést érte. Úgyhogy a két Soltvadkerti családnak csak gratulálni lehet ezért a gyönyörű szép eredményért. Illetve a Látni és Látszani program keretén belül is különböző elsősorban közlekedésbiztonsági eszközök kiosztására kerül sor, lámpák, kerékpárok kapcsán, láthatósági mellények, hogy ezzel is erősítsük a közlekedés biztonságot, és próbáljuk visszaszorítani a balesetek számát. Itt látható az, hogy milyen előadások maradtak el. Azért láthatják, hogy egy jó pár előadás, jó pár rendezvény elmaradt, sajnos. Illetve arról is számot tudok önöknek adni, hogy egy személyváltozás is következett be a bűnmegelőzési főelőadó személyét illetően. Én úgy vélem, hogy akik ezen a szakterületen dolgoznak, illetve iskolákban tanítanak, dolgoznak, megfordulnak, dr. Kuti Erika őrnagyasszonyt ismerik. Ő volt a bűnmegelőzési főelőadó. Ő évközben másik beosztásba került. Magasabb beosztásba került, Izsák rendőrőső jelenleg alosztályvezetőként dolgozik. A Kuti Erika őrnagyasszony, dr. Kuti Erika őrnagyasszonyt Viszmeg Judit rendőr hadnagy kisasszony követte ebben a beosztásban, akiről megint csak azt tudom elmondani, hogy legjobb tudása szerint lelkiismeretesen látta el ezt a feladatot. De a hadnagy kisasszony most egy időre eltávozott köreinkből, de vissza fog érkezni. És így Baltás Adrián rendőr zászlós asszony került megbízásra jelen pillanatban a bűnmegelőzési feladatok ellátásával, a baleset megelőzési feladatok ellátása mellett. Talán itt még annyit jegyeznék meg, hogy a pandémia kapcsán a járványügyi feladatok ellátása érdekében a bűnmegelőzési szakterületen szolgáltat teljesítő kollégák is nagyon sok elsősorban adminisztratív feladatot láttak el ebben az időszakban. Közrendvédelmi tevékenységet illetékességi területünkön, tehát a járás közigazgatási területén, Izsák rendőrös állománya, amely osztályjogállású, illetve a közrendvédelmi osztály állománya látja el. A rendőri jelenlétet
biztosítottuk településeinken, itt láthatók a statisztikai adataink. Különböző akciók kerültek végrehajtásra, rendezvénybiztosításokban részt vettek a kollégáim. De a legnagyobb kihívást, a legnagyobb feladatot egész évben, illetve az év meghatározó időszakában inkább úgy mondanám, a pandémia a járványügyi helyzet kapcsán meghatározott, előírt kormányrendeletekben szereplő feladatok tették ki. Bizonyára mindannyian emlékeznek arra, hogy ugye itt kijárási korlátozások is voltak, üzleteknek az árvatartását kellett ellenőrizni, vásárlási idősávok kerültek bevezetésre, maszkviselési szabályokat kellett ellenőriznünk, de a legnagyobb feladat az volt, hogy a hatósági házi karanténban levő személyeknek az ellenőrzését kellett végrehajtani a kollégáimnak. Volt olyan időszak, hosszabb távon is, hogy 300 és 500 fő között volt azon személyek száma egy időben, akik hatósági házi karanténban voltak. Tehát mondhatom azt, hogy gyakorlatilag non-stop ellenőriznünk kellett. Tehát befejeztük, és akkor már kezdtettük a másik oldalról. Én úgy vélem, hogy a kollégáim ebben példásan helyt álltak. Bocsánat, de menj. Tázlát településen itt azt láthatják, hogy a közrendvédelmi osztály szervezeti keretébe tartozó Soltvadkert rendőrös, akinek az illetékességi területén helyezkedik el a település, kollégái statisztikai adatai hogy alakultak. Egyébként gyakorlatilag ugyanazokat a feladatokat látták el a Soltvadkerti rendőrösön szolgálatot teljesítő kollégák, mint az egész kapitányságon. Annyit tudok még ehhez hozzáfűzni, hogy amennyiben, tehát mondjuk a településen is, amennyiben szükséges volt, és úgy ítéltük meg, hogy az őrs állománynak megerősítésére szükség van, akkor akár a kapitányság állománya is bevonásra került. Ha a kapitányság állománya tekintetében is még megerősítésre volt szükség, akkor kértük a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság állományának a segítségét, illetve én úgy vélem, hogy többször találkozhattak például a készenléti rendőrség erőivel is, akik szintén nagy segítséget nyújtottak a közrend és a közbiztonság fenntartásában az elmúlt évben. A 2021 évben már voltak megtartva a rendezvényeink, ellentétben az előző 2020-as évvel. Ezen rendezvények megszervezése során a szervezők, a rendezvényszervezők legtöbb esetben felvették velünk a kapcsolatot, és az éppen aktuális kormányrendeletekben szereplő járványügyi szabályok betartása érdekében konzultáltunk. Én úgy vélem, hogy egy nagyon konstruktív, jó együttműködés volt végig a szervezőkkel, az önkormányzatokkal, hogy valóban a járványügyi szabályok legyenek betartva. Hiszen nekünk az volt a feladatunk, és ez is a feladatunk, hogy ezeket a szabályoknak érvényt szerezzünk. Ezeken a rendezvényeken mi jelen voltunk. Ugye a rendezvények egyébként, ahogy említettem is, 2020-ban nem voltak megtartva, de a 2020 előtti rendezvényekhez képest általában kisebb volumenek voltak ezek a rendezvények még. Kevesebben látogatták őket, de jelen voltunk. Minden egyes rendezvényen az volt a célkitűzésünk, hogy azok a akár külföldi, akár magyar állampolgárok, akik megjelentek ezeken a rendezvényeken, jól érezzék magukat, felhőtlenül tudjanak kikapcsolódni, szórakozni, ne kövessenek el sérelmükre bűncselekményeket. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor pedig a jelenlevő rendőri erők tudják a helyzetet kezelni. De arra is próbáltunk figyelni, és én úgy vélem, hogy sikerült is, hogy azért ne a rendőrökről szóljon egy rendezvény. Tehát a háttérbe vonulva próbáljuk meg ezt a feladatot ellátni, és a szórakozási legyen a fő szerep. Turisztika idényben végrehajtott feladatok kapcsán ugyancsak azt tudom elmondani, hogy azokon a településeken, ahol turisztikai célzattal akár külföldi, akár magyar állampolgárok megjelentek, folyamatos járőszolgálatot biztosítottunk. Itt is az volt a célkitűzésünk, hogy ne kövessenek el sérelmükre bűncselekményeket, amennyiben pedig ez bekövetkezik, abban az esetben meg megfelelő empátiával minél előbb a kollégáim az elkövető kilétét meg tudják alapítani. Tettük ezt azért is, mert azt szerettük volna elérni, és az a célkitűzés között szerepelt, hogy amikor ezek a
Említem és ismét elmondom, hogy akár magyar, akár külföldi állampolgárok eltávoznak illetékességi területünk településeiről, Tázláról, akkor úgyis elmondják az ismerőseinek, hogy nagyszerű rendezvényeken vettek részt, nagyon magas szintű volt a vendéglátás, és talán azt is elmondják, titkon reménykedem benne, hogy a közrend és a közbiztonság is megfelelő volt, és azért is érdemes eljönni ezekre a településekre, mert nem követtek el sérelmükre bűncselekményeket. És a rendőrök is megfelelő empátiával látták el a feladataikat. Az együttműködés értékelése kapcsán azt szeretném elmondani, hogy 2021 évben is az önkormányzat és a polgárőr szervezet, a kiskörösi rendőrkapitányság stratégiai partnerei voltak a közrend és a közbiztonság fenntartásában. Az önkormányzat anyagilag elkölcsileg támogatott bennünket. Szeretném megköszönni azt a lehetőséget, ugye, hogy akár 2021-ben, de már ez évben is az arra munkájuk alapján érdemesnek ítélt kollégát az önkormányzat jutalomban részesítette. És akár a képviselőtestületnek, polgármester úrnak, a jegyző asszonynak, mindenkinek szeretnék ezért köszönetet mondani. Ez, higgyék el, ez a visszajelzés nagyon sokat számít a kollégáimnak, illetve nekem is, hogy így értékelik a munkánkat azokon a településeken, ahol dolgozunk. Az önkormányzat mellett a polgárőrség is nagyon nagy segítséget nyújtott. A rendezvények biztosításában segítettek a polgárőrök. Önállóan járőröztek kollégáimmal együtt is, a rendelkezésükre álló adatokat, információkat átadták részünkre, és bűnmegelőzési jelleggel is nagyon sok feladatot láttak el, aminek nincs is nagy látszata, de amikor nem következik be egy terménylopás, nem következik be egy falopás, ugye téli időszakban, az a látszata az ő munkájuknak, ami egyébként ugye nem észlelhető. Maga a bűncselekmény elkövetését megakadályozzák, megelőzik. És ez óriási segítség. És a rendezvénybiztosításukban is nagyon nagy segítséget szoktak nyújtani. Itt még megemlíteném azért a pandémia kapcsán, én úgy vélem, hogy láthatták és tapasztalhatták, hogy az első időszakban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál szolgálatot teljesítő kollégák a járőrözésben, a járványügyi feladatok ellátásában nyújtotta segítséget a kiskörösi rendőrkapitányság állományának. Majd a későbbiek során úgy vélem azt is látták, hogy a Magyar Honvédség erői nyújtottak segítséget, hiszen katonák is jöttek és közös járőrözésre került sor. A járványügyi feladatokat közösen láttuk el. Itt még nagyon fontosnak érzem, és beszélnem kell róla, a térfigyelő kamerarendszerek telepítését és alkalmazásukat. Nagyon fontosnak érzem a térfigyelő kamerarendszereknek az alkalmazását, akár balesetmegelőzési, akár bűnmegelőzési szempontból, de a már bekövetkezett események rekonstruálása szempontjából is. És akkor engedjék meg, hogy bemutassak egy filmet, minden évben másik filmet mutatok be. Polgármester úr már látta ezt a filmet múltkor, azt hiszem, hogyha nem a múltkori lakossági fórumon, de lehet, hogy akkor nem volt ott. Egy térfigyelő kamera által készített felvételt tudok bemutatni önöknek, amely egy eredeti felvétel. A rajta szereplő személyt mi tettük felismerhetetlenné. Láthatják, hogy a személy egy közterületen tartózkodik, italt fogyasztott. Igen, így van. Közben tekinget, telepszemlét tart, minden irányba széttekintett. Mivel nem látott senkit, akkor látják, oda megy a kerékpártárolóhoz, és nemes egyszerűséggel ellop egy biciklit. A felvétel alapján az elkövető kilétét be tudtuk azonosítani, az eljárás lefolytatása került vele szemben. És itt még annyit jegyeznék meg egyébként, hogy azért hívtam fel a figyelmet az italfogyasztásra, mert amit elfogyasztott italt, azt pedig mielőtt leült volna, egy közeli boltban lopta. Tehát több normasértés is következett be ebben az ügyben. És még egy dologra szeretném felhívni a felvétel kapcsán a figyelmet. Arra, hogy látták, amikor oda ment a kerékpárhoz. Nem volt lezárva a kerékpár. Tehát az állampolgárok
is a saját vagyontárgyaik megőrzése érdekében úgy vélem, hogy oda kell, hogy figyeljenek. Hisz láthatták, hogy a felvétel szerint nem volt olyan eszköz nála, amivel mondjuk egy kerékpár zárat le tudott volna fűrészelni, vagy bármi, hogy eltulajdonítsa a kerékpárt. Tehát én fölhívnám az állampolgárok figyelmét is arra, hogy mindenki figyeljen oda a saját vagyontárgyainak a megőrzésére, a lehetséges, ilyen egyszerű normáknak a betartására. Sérüléses balesetek alakulását látják. 95 sérüléses baleset következett be az elmúlt évben illetékességi területünkön, Tázdár közigazgatási területünkben pedig 2. Az előző évben 84 sérüléses baleset következett be illetékességi területünkön, Tázdáron pedig 1, ahogy láthatják. Sérüléses balesetről beszélek. Azt láthatják ezen a dián, hogy sajnos összességében illetékességi területünkön 10 halálos baleset következett be az elmúlt évben. Fenti részen látható. Ez nagyon sok, ez rengeteg. Egyet is soknak érzek, hiszen valaki elhunyt, és ez egy óriási tragédia. De óriási tragédia lehet az is, ha valaki egy sérüléses balesetből maradandó fogyatékosságot szerez, és egész további életére az kihatása van. Tehát ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy a halálos balesetek számát a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk, és a sérüléses balesetek számát is visszaszorítsuk. Az alsó részen láthatják azt, hogy 2, ahogy előbb is látható volt, 2 sérüléses baleset következett be Tázláron, súlyos sérüléssel, és 7 anyagi káros baleset, illetve a városainkat láthatják ugyancsak. Van azért összehasonlítási alap, hogy a település és a nagyobb települések baleseti helyzete hogy alakult. A baleseti okok között továbbra is első helyen szerepel a gyorshajtás. És látható, hogy nagyon meghatározó a szerepe a balesetek bekövetkeztében. De itt van a szabálytalan kanyarodás, elsőbségi jog meg nem adása, figyelmetlenség. Mindent megteszünk, és megtettünk az elmúlt évben és annak érdekében, hogy föllépjünk a balesetek bekövetkezési okaival szemben. A rendelkezésünkre álló, akár fix telepítésű, mobil telepítésű, sebességmérő műszereket folyamatosan alkalmaztuk, de én úgy vélem, hogy többen tapasztalták azt, hogy mozgó gépjárműből is mérjük a sebességet. És készülnek kamerafelvételek is a szabálysértések elkövetése kapcsán, majd az eljárások lefolytatására is sor kerül. De nagyon fontosnak érzem azt, hogy föllépjünk a balesetek bekövetkezése ellen. Illetve nagyon fontos még, és ide tartozik, a passzív biztonsági eszközöknek az alkalmazása. Autók esetében leginkább ugye biztonsági jövő, biztonsági gyermekülés, de motorosok esetében például mondjuk a bukósisaknak az alkalmazása. Hiszen egy sérüléses baleset bekövetkezése esetén a passzív biztonsági eszközök alkalmazása nagy mértékben befolyásolja a sérülés súlyosságát. Itt láthatják az ittassan bekövetkezett baleseteinket. A 95 sérüléses balesetből összességében illetékességi területünkön 13 alkalommal volt ittas az okozó. Az előző évi 84 esetből pedig 17, tehát így önmagunkhoz képest előreléptünk, 95-ből 13, az előző évben 84-ből 17. De az országos átlaghoz képest nagyon rossz az arány. És a felső részen pedig láthatják, hogy ugye a településen 8 esetben folytattunk eljárást ittas járművetés kapcsán, amelyből az egyik, az a pont a két balesetből egyik esetben ittas volt az okozó. A két sérüléses balesetből. Nagyon fontosnak érzem az ittas járművetés elleni föllépést, mert úgy vélem, hogy ezen keresztül is vezet az út a már megfogalmazott célkitűzések megvalósításához, miszerint a halálos balesetek számát a lehető legalacsonyabb szinten szorítsuk, és a sérüléses balesetek számát is visszaszorítsuk lehető legjobban. Ezért, ahogy minden egyes, akár lakossági fórumon, vagy bármilyen
megnyilatkozásunkban el szoktam mondani, én kérem mindenkinek a segítségét az ittas elművetéseli fölépéssel. Kérem azt, hogy senki ne vezessen ittasan. Amennyiben bárki ilyet tapasztal ismeretségi körben, baráti körben, rokoni körben, akkor kérje meg az illetőt, hogy ne tegye ezt. Úgy vélem, hogyha együtt, közösen föllépünk az ittas járművetéssel szemben, akkor esélyünk megvan arra, hogy 2022 évben kevesebb alkalommal kelljen a kollégáimnak halálos balesetek helyszínére kivonulni a szükséges nyomozási eljárások lefolytatása érdekében, majd későbbiekben pedig a hozzátartozókat kiértesíteni. Úgyhogy mindenkinek kérem a segítségét, együtt, közösen tegyük biztonságosabbá közútjainkat, hiszen mindenkit hazavárnak. Összegzésképpen azt tudom mondani önöknek, a bűnügyi mutatók, a közrendvédelmi helyzet, a közlekedésrendészeti adatok és az együttműködés értékelése kapcsán véleményem szerint a kitűzött feladatok 2021 évben végrehajtásra kerültek, és Tázdár község közigazgatási területén, ugyanúgy, mint összilletékességi területünkön közbiztonsági helyzet jónak ítélhető. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Amennyiben kérdésük van, hozzászólásuk van, azt kérem, tegyék meg, illetve azt kérem, hogy ezzel a szóbeli kiegészítéssel a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen a beszámolót. Tényleg nagyon részletes volt és szemléletes is így kivetítve. Én átadnám a szót képviselőtársaimnak, akinek van kérdése vagy hozzászólása ehhez a beszámolóhoz. Nagy Ejtei Mihály. Vadászokkal közösen lehet együttműködni, hogy akkor a vadász is kérheti, hogyha ő úgy gondolja, hogy szeretne egy éjszakai járőrzést, hogy akkor kérheti az együttműködést. Oké, köszönöm szépen. Örülünk is neki, hogy még többen vannak kollégák szolgálatban, megerősítik a rendőrügyi jelenlétet. Tettük a polgárőrséggel való kapcsolattartást is. Én úgy gondolom, hogy Tázdáron a létszám az elég komoly, és elég sok éjszaka van bejelentkező járőr, aki tudja segíteni a rendőrök munkáját. Úgyhogy ez nagyon gyümölcsöző együttműködés a település lakói számára is. Ha nincs más kérdés, hozzászólás, akkor én javaslom, hogy fogadjuk el ezt a beszámolót. Aki elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal, egyhangúan ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk, és megköszönjük a kapitány úrnak és a körzeti megbízott úrnak, hogy vigyáznak rá, vigyáznak a közrendre, és a munkájukhoz további jó egészséget és sok sikert kívánunk. A további részéről mi fölmentünk benneteket, hogyha elfogadjátok, ha szeretnétek maradni, akkor meg szeretettel látunk. Köszönjük. Akkor folytatjuk a képviselőtestületi ülést. A második napirendi pontunkkal, ez a Bács-Kiskun megyei önkormányzat által kidolgozott fenntartható energia és klíma akcióterv, röviden SECAP dokumentum elfogadása és a polgármester klíma és energia ügyi szövetségéhez való csatlakozásról döntés. Ezzel kapcsolatosan ugye megkaptuk az anyagot, megkaptuk az előterjesztést, ez a SECAP akcióterv, energia és klíma akcióterv fönt van a honlapunkon, onnan bárki számára megismerhető. Ugye tudjuk, hogy erre azért van szükség, mert a elkövetkezendő időben ahhoz, hogy az önkormányzatunk tudjon indulni bizonyos pályázatokon, ezzel rendelkeznünk kell. Ez a tavalyi évben egy elég komoly fejtörést jelentett a megye településeinek a számára, és a megye vezetősége úgy döntött, hogy ennek a kidolgozásával segíti a megyében található településeket. De ezzel kapcsolatosan a tegnapi nap folyamán 17 órakor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalt, úgyhogy átadom a szót Nagy Ejtei Mihály elnöknek. Köszönöm szépen a szót, polgármester. A Bizottság ülése
sem beszéltünk róla, és ugye beszéltünk arról, hogy kötelezően ajánlott, tehát minden önkormányzatot meg kell ezt lépni, ezt a fenntartható energia-klíma akciótervet, és hát az ugye minden önkormányzatnak pénzébe kerülne, tehát egyenként meg kellene fizetni a költséget, és ezért volt lenne az, hogy a Üdekunyság Vidékfejlesztési Egyesülettel közösen, tehát azt megbízva egy közösen, tehát mint korábbi, ugye tapasztaljuk a hulladékgazdálkodás vagy a vízügynél is egy közös egyesület révén lenne ez végrehajtva, és elfogadásra javasoljuk ilyen formában. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a bizottság javaslatát. Képviselőtársaimnak ezzel kapcsolatosan van-e kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor én szavazásra bocsájtom, aki elfogadja az alábbi határozat szerint. Ezzel a község önkormányzat a képviselő testülete úgy határozott, hogy elfogadja a fenntartható energia és klíma akciótervet, hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat az Üdekunyság Vidékfejlesztési Egyesület SZEKAP dokumentumát is elfogadja, valamint csatlakozon a polgármesterek klíma és energiaügyi szövetségéhez és a vonatkozó programokhoz, és a polgármestert felhatalmazza a regisztrációra és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal egyhangon elfogadtuk. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont az 1/2018 első nap 16-i képviselőtestületi hatályon kívül helyezése az Üdekunyság Vidékfejlesztési Egyesületnél pályázati forrás átcsoportosítása. Ezzel kapcsolatosan ugye azért kellene hatályon kívül helyeznünk ezt a határozatot, mert ebben döntöttünk egy helyi piac kialakítással hoz beadandó pályázatról, és ez a piac kialakítása, ugye itt az építőanyag árak és egyéb körülmények kapcsán, ez már ebből a pénzből nem valósítható meg, viszont tudjuk, hogy az Üdekunyság Vidékfejlesztési Egyesület, Léder Egyesület új pályázatot fog kiírni, és ehhez viszont lehetőségünk lesz átdolgozni, és az itt betervezett keretünket is felhasználni, és ezért van itt a napirendi pontok között ez a téma. Ezzel kapcsolatosan van-e képviselőtársaimnak kérdése, észrevétele? Nagy Ajtai Mihály? Ezt lehet tudni körülbelül, hogy mikor jelenik meg majd a pályázat. Nem lehet tudni, hogy mikor jelenik meg a pályázat. Tudjuk, de a közeljövőben, tehát 1-2 hónapon belül, tehát lehet, hogy a nyári időszakban egy rendkívüli ülést majd össze kell hívnunk, annak ellenére, hogy az ülésterben ez nincs benne, de nyilvánvaló, hogyha a pályázat beadása ezt igényli, akkor mindenkit keresni fogunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha nincs ezzel kapcsolatos másik kérdés, akkor én elfogadásra javasolnám méghozzá az alapbiak alapján. Tehát a község önkormányzat képviselő testülete úgy határozott, hogy hatályon kívül helyezi az 1/2018 első hónap 16-i képviselőtestületi számú határozatát, mivel az a jelenlegi árakkal észszerűen már nem hajtható végre, ugyanakkor részt kíván venni az Üdekunyság Vidékfejlesztési Egyesület aktuális pályázatán a forrás felhasználása céljából, és a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a döntése szükséges jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal egyhangon elfogadtuk. Köszönöm. Megyünk tovább. A 4. napirendi pont. Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár 2021 évi munkájáról készült beszámoló és annak elfogadása. Ezt a beszámolót mi is minden évben meg szoktuk kapni, és itt a kiküldött anyagban olvashattuk, mindjárt megtalálom én is itt a előkészített anyagok között. Négy
egyes napi rendel egy fagockennel be. Igen, csak az előterjesztéseknél. Ez az jó. Itt látjuk, hogy hány új dokumentum, tehát 2021-ben 247 darab új könyv, ebből 5 ajándékként került a könyvtárba, 25 törölt dokumentum van, folyóirat előfizetés, 17 féle újság, állománygyarapításra 632.652 forintot látunk, ebből könyv az 466.316 forint, a többi folyóirat, könyvtárközi kölcsönzés 167 alkalommal történt, és egy-két adatot emelek ki, nagyon részletes beszámolót kaptunk. Itt is voltak könyvtári foglalkozások, online elérhetőségen keresztül is lehetett a könyvtárral tartani a kapcsolatot. Kitérnek a pandémiával kapcsolatos intézkedésekre is. Mindet nem szeretném ismertetni. Annyit mondanék, hogy az önkormányzatokat kérik a könyvtár, hogy helyezzük el a honlapunkon, majd el fogjuk helyezni azt a linket, ami a www.bácstudástár.hu/tázlár oldalra mutat. Itt a könyvtáros kollégák nagyon ügyesen összegyűjtik a településsel kapcsolatos megjelent cikkeket, és itt bárki elérheti. Ezt majd a mi honlapunkon is rendelkezésre fogjuk bocsájtani. És itt eszközbeszerzés, továbbképzés, szakmai segítségnyújtás is szerepel a beszámolóban. A tázlári könyvtár egy héten 5 napon van nyitva, 25 órában, és ami engem nagyon megörvendeztetett, az az, hogy 2021-ben tázláron 628 regisztrált használó van, és ebből 14 év aluli 190 fő, tehát van létjogosultsága a könyvtárnak, én úgy gondolom, ami nagyon jól működik itt az iskolával együttműködve. Hát én röviden ennyiben kívántam ismertetni a beszámolót, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, ha nincs, akkor én javaslom az elfogadását, és megköszönjük Bújdosoné dr. Dani Erzsébet megyei könyvtárigazgatónak, hogy eljuttatta és odafigyel a mi településünkre is. Aki az előterjesztés szerint elfogadja a beszámolót, mindjárt visszajövök oda, és felolvasom. Tázlár község önkormányzata képviselő testülete úgy határozott, hogy elfogadja Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár 2021 évi munkájáról készült beszámolót, és a képviselő testület megköszöni Kószóné Szász Borbálának és a megyei könyvtár vezetőjének, illetve munkatársainak az egész éves munkáját, valamint a beszámolót, aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal egyhangon elfogadtuk. Köszönöm szépen. És már is az egyebek napirendi pontnál vagyunk. Itt vannak örömhíreim, ugyanis megszületett Tázlár 8. újszülöttje, őt Vas Bálintnak hívják, 6. hónap 8-án született, édesanyja neve Bódi Renáta, édesapja neve Vas Tamás, és Tázlán a Kecskeméti utca 80 szám alatt laknak. Megszületett Tázlár 9. újszülöttje, Király Roland névre keresztelték, illetve nevet adtak, Roland nevet neki, és 6. hónap 10-én született neki az édesanyja Patai Jolán, édesapja neve Király András, és Tázáron Mátyás Király utca 27, azért vagyok egy kicsit akadozó, mert szomszédról van szó, tehát új szomszéd érkezett az utcánkba, örülünk neki is, és megszületett Tázlár 10. újszülöttje is a tegnapi napon, őt Halma Marcelnek hívják, és 6. hónap 13-án született, édesanyja neve Gárdony Viktória, édesapja neve Halma Gábor, ők pedig az Rényi utca 14 szám alatt laknak.
Gratulálunk a családoknak, és velük együtt örülünk a gyermekek születésének, és jó egészséget és kitartást kívánunk a gyermekneveléshez. Várjuk majd a gyermekeket, ha megfelelő időben a bölcsiben is, meg az óvodában is, illetve az iskolában is. Az egyebek napirendünknél, vagy az egyebeknél szeretném hirdetni az önkormányzatnak az akcióját, hogy kedvezményes cseresznyeszedést hirdetünk, ugyanis a cseresznyefáink már rogyadoznak a sok cseresznyétől, és ami a konyhának szükséges volt, azt már átadtuk. Itt, aki szeretne élni ezzel a kedvezményes szed magad lehetőséggel, ez regisztráltan működik, tehát nem úgy, hogy bármikor bárki oda megy és leszedi és elviszi, hanem itt az önkormányzatnál kell jelentkezni, és akkor mi tájékoztatjuk, hogy milyen feltételekkel lehet, szeretnénk lemérni is a cseresznyét, hogy tudjuk, hogy mennyit termett a fa. Aztán szeretném a juniálist hirdetni a kirakott plakátok alapján. Röviden végigmennék a településünk 150. évfordulóját ünnepli. Ezt 6. hónap 24-től 26-áig ünnepeljük. Ez azt jelenti, hogy jövő héten pénteken kezdünk, délután 16 órától már a művelődési házban. A régi képekből kiállítás lesz. Ide még azért várjuk, hogyha van valakinek régi képe, a művelődési ház vezetőnél lehet leadni, és utána majd a végén visszakapja mindenki. Itt lesz egy előadás Tázlár történelmi múltjáról. Az előadónk Végső István történész lesz. Majd lesz egy 100 hektáros napelempark építéséről egy előadás. Pintácsi Dániel munkatársai fognak érkezni. És lesz egy gyalogtúra is a régészeti emlékhelytől egészen a napelemparkig. Természetesen várjuk a diósadi testvértelepülésünk lakóit is, és majd azoknak a jelentkezését is az önkormányzatnál, akár az én elérhetőségeimen, akik vendéglátásban gondolkodnak. Szombaton lesz zenés ébresztő, hogy ne aludjon el senki. Ezen a napon lesz foci derbi, lesz a gyerekeknek vízi foci, csúszda a felnőtteknek és ugrálóvár a gyerekeknek. Lesz egészséges életmóddal kapcsolatos testösszetételmérés, vérnyomás, az EFI irodának köszönhetően lesznek értéktárkiállítások. A gyerekekhez fog érkezni egy mesebusz, lesz mesesarok, arcfestéssel, csillámtetoválással és egyebekkel. Lesz hagyományos gasztronómiai versenyek közül a sütemények versenye. Itt Bárné égető Zsuzsannát kereshetik majd. Ezzel kapcsolatosan a saláták, vegetariánus és vegán ételek versenye is meg lesz, illetve pörköltek és húsos ételek versenye is lesz. Az ünnepélyes megnyitót követően pedig majd gyönyörködhetünk az óvodásaink műsorában, az általános iskolásaink is fellépnek a Citera zenekorunkban és a Rozmarink asszonykórus éneklésében is. Érkezni fog hozzánk egy média válogatott, akik focizni is fognak, de még mielőtt fociznának, nekünk palacsintát fognak sütni, óriás palacsintát, és az ebédet követően, még az ebéd előtt még a veteránosokat is láthatjuk a járművekkel, amikkel fölvonulnak. Ebéd után pedig egy foci gála lesz, a média válogatott, a polgármester, All-Stars és a tázlári labdarúgó csapat között. Megvan a játékvezető már erre a mérkőzésre, és ezt követően pedig a média válogatottnak a sztárjai közül fognak föllépni, többek között Palcsó Tomi, Raúl, Kozombolis, akik majd a hangulatot fogják fokozni, és menet közben is lehet itt a fényképen, akit fölismerünk, azokkal, akik jönnek találkozni, barátkozni, beszélgetni. Este pedig diszkó keretében DJ Major fogja szolgáltatni a
zenét, lesz büfé is a helyszínen, és ha kipihentük magunkat másnap, akkor egy ökumenikus istentisztelettel folytatódik az ünnepi sorozat a katolikus templomban, és lesz egy emlékmű avatás, egy emlékkő avatás, az pedig a parkban lesz. Ezzel kapcsolatosan ugye mondtam már, hogy a testvértelepülésről érkező delegáció fogadására készülünk. Ha valaki érez magában indítatást, hogy szeretne a vendéglátásba bekapcsolódni, akkor keressen engem e-mailen vagy messengeren. Lesz lehetőség korlátozott számban, majd az önkormányzat által főzött marhapörköltből rendelni, de elsősorban a vendégeinknek főzünk, és azoknak, akik azt a napot végig fogják dolgozni, de valamennyi adagra lesz lehetőség, ezt majd 3000 forintos áron lehet itt a titkárságon megrendelni, és szalmacsillát kell keresni azoknak is, akik a helyet szeretnék foglalni a sportpályán. Mindenkitől kérünk egy kis türelmet, de ugye az eddigi hagyományoknak megfelelően azon a hétfőn szoktuk elkezdeni kiosztani a helyeket, amikor a hétvégén már lesz a rendezvény. Ez így lesz most is, tehát a héten ki fogjuk mérni a 8 méter széles területeket, és előnybe szeretnénk részesíteni azokat, akik az előző években is azon a helyen voltak, és szeretnék idén is ott tartani a főzésüket, illetve a helyfoglalásokat, a sátorfelállítást, és a maradék helyeket pedig érkezési sorrendben fogjuk kiosztani. Ebben a Csilla nagyon szigorú tekintettel fog helytállni, és telefonon is lehet jelentkezni, és meg lehet beszélni a Csillával, hogy hol és mind. Én ennyit írtam össze magamnak ide az egyebekhez, de átadnám a képviselőtársaimnak a szót, hogyha van ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel vagy kiegészítés. Nagy Ajtai Mihály. Azt tervezik a péntek esti sétához, hogy valami járművet biztosítani, hogy aki esetleg elfárad, és akkor úgy dönt, hogy nem bír tovább menni, hogy fölüljön. Hát azért gondoltunk a sétára, mert ugye a Diósodi testvértelepülésről is ugye 400-500 kilométerről jönnek, és ülni fognak végig az autóban, vagy a járműben, és előtte meg lesz két olyan előadás, amit szintén végigülünk 4 órától 6-ig, tehát mi úgy gondoljuk, hogy egy kicsit mozgunk. De hogyha van erre vonatkozóan felajánlás, azt szívesen fogadjuk bárkitől. Mire gondoltál is? Hát arra, hogy tehát egy olyan jármű valaki menne, hogyha ne talán kidörgüli a cipő a sarkát, és azt mondja, hogy nem akarja levetni, de nem bír tovább menni, hogy akkor arra fölülne. Jó, tehát hátrahagyni nem hagyunk senkit, tehát valamilyen módon beszállítjuk, de mondjuk akár egy szép színes folt lehetne, hogyha egy lovaskocsi vagy egy csettegő bekapcsolódna, vagy akár egy ilyen traktor, mint a szüreti felvonuláson, és akkor arra akár az idősebbek vagy a fáradtabbak, de nem nagy táv, tehát ez 7 kilométer oda-vissza, ez 2 óra alatt megfelelő lehetőséget biztosít. Hát igen, ez nézőpont kérdése. Ha valakit ez motivál, akkor én tesiből írok egy 5-öst, aki végig teljesíti ezt a távot. Zsuzsi? Hozzávást szeretném még kérni, hogy esetleg azt mondjuk, hogy szombaton... Jó. Szombaton lesz cukorszórás is, nagyon jó. És ugye a testvértelepülésünkkel, akik vendéglátást vállalnak, péntek este együtt fogunk vacsorázni velük, tehát közös vacsora, és vasárnap délben pedig közös ebéd keretében. Nyilvánvalóan a vendéglátó önkormányzat részéről is. A meghívó az szerintem ott volt a képviselőasztalán is mindenkinek, úgyhogy szeretettel várjuk a képviselőket is erre a rendezvényre, meg amiben tudunk, segítsünk egymásnak. És ha van ötletünk, akkor azt megvalósítjuk még, amit tudunk. Van-e ezzel kapcsolatosan, vagy mással kapcsolatosan kérdés, észrevétel? Modog Zoltán? Mással kapcsolatos. Volt már róla szó a Kati vendéglő előtt a reklámtábla. Közlekedés szempontjából nagyon rossz helyen van.
hogy azt onnan bevonni, vagy leszerelni, vagy valamit csinálni vele, mert közelmúltban is hajszál híján baleset történt. Mert jobbról lássa az autót, hogy jön, de az, hogy előzik, azt nem látta. Uh-huh. Centiken múlott, hogy probléma uh-huh. nem történt. Hát igen, én most köztelőttem van, ha jól tudom. Én beszéltem is annak idején a vállalkozóval, és jeleztem neki, hogy érkezett ilyen jelzés, hogy az van, akit zavar. Aztán, hát nem is tudom, hogy miben maradtunk. Szerintem nem volt ígéret rá, hogy ő azt leszereli onnan. Nem működik egyébként sem az a vendéglő. Erre nem adtunk ki engedélyt, így bármikor leszerelhető. De az azóta az engedély kapcsán van felszerelve. Hát akkor majd elő fogjuk keresni. Biztos. Meg hát ugye eddig is kint volt. Tehát értem én azt, hogy igen, tehát engedély nélkül nem szerelte föl. De ugye a másik oldala meg az, hogy ez eddig is ott volt. Az évente kell le kéne számlázni. 2 éve nem történt ilyen számlázás a igazságban. Jó, akkor ennek utána nézzünk. Akkor levadni még nem működik a vendéglő. Igen, jó. És nincs ezzel semmi probléma, mert jó. Nem is Marika, akkor ezt írjuk föl, jó? Hogy akkor ennek hát nézzünk utána. Igazságtalan lenne leszámlázni, amikor szerintem így semmit sem dolgozik. Csak igen, nem szeretnénk számlázni, de akkor szeretnénk, számlázni se szeretnénk, bevennék, hogy nehogy károsodjon a tábla, és segítsük a kereszteződés belátását. Jó. Jó, más jellegű van esetleg. Ha nincs, akkor én köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a nyílt képviselőtestületi ülést bezárom.